A fa a legősibb alapanyag, amivel az ember dolgozott. Szorosan kapcsolódott az erdőgazdálkodáshoz, a fakitermeléshez. A 19. században a fa volt a világgazdaság alapvető nyersanyaga. Mind a nagyüzemi faipar, mind a házi ipar termékei nélkülözhetetlenek voltak a mindennapi életben. Ma ennek a nyersanyagnak több mint 10 000 felhasználási célja, módja és területe ismert, amelyek számtalan megoldást kínálnak a fa tulajdonságainak kihasználására. Sokszor észre sem vesszük, hiszen természetesnek gondoljuk, hogy körülvesz bennünket. Elég, ha csak a bútoriparra, papírgyártásra vagy az építőiparra gondolunk. Pillancsunk most be egy bútorüzembe, ahol egyedi bútoroktól kezdve a nyilászárókig számtalan tárgyat készítenek. Bútorasztalos szakmával először a veszprémi Táncsics Mihály faipari szakközépiskolában találkoztam, mind az iskolai tanórák, illetve a gyakorlaton eltöltött idő alatt. Az ottani mesterek munkái és a tanárok előadásai alatt megtetszett ez a szakma, és úgy gondoltam, hogy szeretnék többet tudni róla, illetve későbbiekben a szakmában dolgozni. Gyakorlatot töltöttem itt, és egy hónapja kezdtem a munkát. A fafeldolgozógép kezelője munkája során számos feladattal találkozik, az egész gyártási folyamatra rálátással van. Nem csupán beállítja és kezeli a gépeket, hanem az ő dolga azok felügyelete, valamint karbantartása is. Ha a gépsoron valami elromlik, annak javítása is ráhárul. Ennek megelőzése érdekében ápolnia kell a berendezéseket. Egy jó szakemberen nem foghatnak ki azok a kisebb hibák, amelyeket az intenzív használatnak kitett gépek produkálnak. Egyszer számcsere például rutin feladat a mindennapok során. De a gépek működtetése nem minden, a faanyag megmunkálása a másik fő feladata. Ő felel a gépre felhelyezett fában található idegen anyagok eltávolításáért is, ahogyan a feldolgozandó nyersanyag előtolási sebességéért vagy préselési idejéért is. A próbadarab elkészítése után még módosíthatja az addigi beállításokat, és aztán megkezdheti a gyártást nagyobb számban. Mindez természetesen úgy, hogy közben végig ügyel a védőberendezések megfelelő használatára is. A munka során nagyon figyelni kell arra, hogy az utasításoknak megfelelően dolgozzunk, mind a termék elkészüléséről, illetve a munkabiztonság betartásával végezzük feladatunkat, így a későbbi pontatlanságok, balesetek elkerülhetők. Mesterem mellé vagyok beosztva, a neki kiadott, illetve nekünk kiadott feladatok elosszuk egymás között, hogy kinek melyik feladat elvégzése lenne a legszimpatikusabb, illetve tudásának megfelelően melyik illene hozzá. Későbbiekben ezeket a feladatokat egyesítjük, össze tudjuk szerelni a bútorokat. A szakember nap mint nap csupa olyan eszközzel kerül kapcsolatba, amely sérülést okozhat, ha nem megfelelően használja. A csiszológép vagy a körfűrész ugyan még megtalálhatók néhány otthoni műhelyben is, de a szalagfűrész már csak az erre szakosodott üzemek sajátjai. Amint a nyersanyag közelít a várható formájához, sokszor kell használni a hatalmas, ipari méretű fúrógépeket. Munkája során dolgozik még fogazó, rönkvágó és hasító szalagfűrészgéppel is. A végső alak elérése során a prés és esztergagép is jó szolgálatot tesz. Feltétlenül használnia kell azokat a védőfelszereléseket, amelyek biztonságot nyújtanak számára a meglehetősen veszélyes környezetben. Minden gépnek megvan a saját védőfelszerelése. Megfelelő lábbelivel a lábat kell védeni, mert bármi nehezebb dolog ráeshet. Megfelelő nadrág kell, mert azért elég hamar kikoptatják a különböző anyagok. Ragasztáshoz érdemes kötényt használni, mert a ragasztó ugye a ruhába ivódik bele. A védőszemüveg, hallás, védő felszerelések, amik kellenek. Ez a szakma kemény kezet kíván. A jó fizikai erőnlét elengedhetetlen, ha már a fa megmunkálásáról van szó. A gépekkel való munka technológiai, műszaki jártasságot és fokozott figyelmet igényel. Az ideális gépkezelőnek ismernie kell a gépek pontos működését, és minden esetben tisztában kell lennie a balesetvédelmi előírásokkal. Sok kitartásra van szüksége annak, aki ezt a munkát választja, mivel embert próbáló és ismétlődő feladatokkal találkozhat. Kézügyessége a végterméket tekintve nagyon fontos szerephez juthat, annak elkészültekor látszik, hogy munkájának köszönhetően sikerült-e azt kinyerni a fából, ami a tervben volt. A fafeldolgozógép kezelőinek tevékenysége zárt térben zajlik, közepesen nehéz fizikai munkát végez. Jellemző a heti 40 órás munkahét és a normál vagy két műszakos munkavégzés. Azt követem, ahogy engem is tanítottak, hogy először megtanulni kézzel, és aki kézzel tudja, géppel utána már meg tudja csinálni, de fordítva nem működik.
de természetesen, hogy a tanulóknak is a gépeket meg kell ismerni, de az csak a második évben. A gyár műhely, ahol dolgozik, általában poros, piszkos, valamint fokozottan tűzveszélyes, ezért kötelező a munkaruha viselése. Egészségre ártalmas lehet a nagy zaj, a felületkezelő vegyi anyagok, például ragasztók használata. Baleseti veszélyt jelentenek a gyártásban résztvevő gépek különböző forgó, mozgó alkatrészei, valamint a vágó berendezések. A szakma gyakorlása épp mozgásrendszert, jó látást, épp színlátást, teljes látóteret, térlátást, illetve a végtagok fokozott használatát kívánja meg. A munkakör átszervezésével, speciális eszközök beszerzésével hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. Megfelelő munkaköri betanítással egyes egyszerű résztevékenységek elvégzésére enyhe fokban értelmi sérültek is képessé tehetők. A szakmához, hallás és értelmi sérültek számára faipari gépkezelő speciális adaptált szakképesítés kapcsolható. Ez a szakma annak ajánlott, aki érez magában erőt a nehéz faanyagok megmunkálásához, és szívesen dolgozna nagy teljesítményű gépekkel. A munkakör betöltéséhez a fa megmunkáló részszakképesítés megszerzése ajánlott. A szakképzés megkezdésének feltétele az alapfokú iskolai végzettség, valamint meg kell felelni egészségügyi követelményeknek is. A fa megmunkáló részszakképesítés felnőtt oktatásban tanfolyami keretek között szerezhető meg. A képzés során a tantárgyak egy része a munkabiztonsághoz, más része a faipari gépek kezeléséhez és az asztalos ipari szerelésekhez kapcsolódik. A képesítés birtokában a fafeldolgozó gépkezelő mellett a fa megmunkáló munkakör betöltésére van lehetőség. Továbbtanulásként választható az asztalos szakképesítés, amelynek megszerzésével újabb munkakörökben nyílik lehetőség az elhelyezkedésre. Rokonfoglalkozás az ács, a faesztergályos és a kádár. Az ambíciózus gépkezelők a nagyvállalatoknál fontos lépést tehetnek előre a hierarchiában. Általánosságban elmondható, hogy a munkahelyi előrelépés a középvezetői státuszig biztosított, utána már felsőfokú végzettség az elvárás. A fafeldolgozó gép kezelője és a gyártósor mellett dolgozó a statisztikai adatok alapján havonta bruttó 140 és 160 ezer forint közötti fizetésre számíthat. Az anyagi megbecsülés azonban minden vállalattípusnál a munkában töltött idővel egyenesen arányos, a nagyvállalatok igyekeznek vonzó juttatásokkal marasztalni a tapasztalt munkavállalót. A gyakorlott szakember önálló vállalkozóként is megállhatja a helyét a munkaerőpiacon. A magyarországi faipar jövőképe optimista. A hazai bútor és fafeldolgozóipar fejlődése leginkább attól függ, hogy képes lesz-e az iparág technológiájában megújulni, magas hozzáadott értékű, színvonalas termékeket gyártani. Szerintem érdemes ezt a szakmát választani, elhelyezkedni el lehet, hogyha valaki azért olyan szinten elsajátítja, hogy komolyan tud vele foglalkozni, akkor azért megtalálja a helyét. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.